Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket. Péter apostol második levelével foglalkozunk, megosztjuk veletek gondolatainkat, és hisszük, hogy az Úr megáldja az igét. Péter apostol második levelét vesszük elő, kikereshetjük a Bibliánkból, az Új Szövetségből, a harmadik rész első versétől a 13-ig. Ez már a második levél, szeretteim, amelyeket hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttünk, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Úr napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság van. Az első versből kiindulva valóban Péter apostol ilyen bensőségesen szólítja meg az olvasóit, szeretteim, és nem fognak megsértődni az emberek, ha Péter egy kicsit élesebben fogalmaz a levelében. És az a célja a levélírással, hogy újból és újból hasonló gondolatokat elmond, hogy ébrezgesse ezzel
tiszta gondolkozásukat a testvéreknek. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, hogy a gyülekezeten belül is eljussunk közösen, külön-külön is a tiszta gondolkodásra. Mert tudjátok nagyon jól, hogy a kísértések idején a tiszta gondolkodásra nagy szükség van. Mert ha váratlanul meglepnek minket a kísértések, és tele vagyunk zavaros gondolkodással, zúgolódással, és hálátlan módon beszélünk az Úr dolgairól, vagy az életünkbe történt dolgokról, hogy akkor csapdába esünk. Az ördögnek ilyenkor könnyebb bennünket csapdába ejteni. A tiszta gondolkodás, ami az apostolok életében is megvolt, gondolom, hogy nekik sem ment gomnyomásra a tiszta gondolkodás, hanem meg kellett küzdeni Péternek is, Pálnak is, valamennyiüknek. A gondolataiknak meg kell tisztulni sok mindentől, a közösséget, akinek Pál írta ezeket, illetve Péter apostol írta ezeket a sorokat, a közösség tagjai megterhelődtek olyan tanításokkal, amik nem evangéliumiak voltak. Elhangzott benne az evangélium is, de valami más is. És hogy meg akarta Péter apostol kímélni őket, hogy az idegen befolyás alá kerüljön a gondolkodásuk, hogy a mesék, a hazug mesék megfertőzzék őket, és hogy eltérjenek attól, amit az apostoloktól hallottak, és idegen tanítóktól üres meséket fogadnak el. Nekünk is, nekem is szükségem van a tiszta gondolkodásra, akár a kísértés idején, akár hogyha hallok egy evangéliumi tanítást, vagy hasonló, hogy a tiszta gondolkodással fogadjam. Igen, nagyon kedvesen kezdődik ez a levél szeretteimnek szólítét Pál apostol, a kedves testvéri közösség minden egyes tagját, és hogy ez nagyon fontos volt, hogy a testvérek ilyen szeretetteljes apostol vezetőjük legyen, mert hogy Pál úgy, vagy Péter apostol úgy gondolta, hogy ébreszkedni kell a szeretett tanítványokat, testvéreket, és ez a mai időben is így van, hogy akiket szeretünk, azokat ébren kell tartani, és ébrezgetni kell, mégpedig az emlékeztetés által. Én akaratlanul is, gyermekkorom jutott eszembe, én egy nagyon nehéz időszakban éltem, ahol a gyerekeket nagyon összekavarták, mást hallottak otthon, más volt az iskolában, ugye a piros nyakkendőt kellett hordani, és az istentagadás volt az egyik tétel, amit úgy azért csöpögtettek mindenkibe. Édesanyám mindig emlékeztetett arra, hogy a mi elődeink, nagyapám, dédapám, szépapám Isten igéjének a hirdetői voltak, és hogy mindig emlékeztetett arra, hogy egy darab kenyérért az ember sose adja el a hitét és a meggyőződését. És olyan gyönyörű történeteket mondott el az elődeinkről, hogy teljesen ébren voltam, és különbséget tudtam tenni között a kétféle nevelés között, ami a világban, az iskolában volt, meg arról, amire szeretettel emlékeztek azok, akik
önzés nélkül mindennél jobban szerettek a szüleim, hogy olyan gyökereim legyenek, és olyan tiszta gondolkozásom legyen, amit nem tud megkavarni sem a világ, sem a tévtanítók, sem pedig azért, akik pénzért eladták a hitüket, a meggyőződésüket, a becsületüket. Valóban nagyon fontos ez, hogy emlékeztessünk, és akik az Úr a szolgálatra rendelt a szeretett közösségbe, az eklézsiába, a Krisztus testében, annak szeretettel kell emlékeztetni a testvéreket mindarra, amit itt később olvasunk, hogy a prófétáknál megíratott, illetve az apostolok elmondtak, akik személyesen együtt éltek a testben élő Jézus Krisztussal. Tehát az emlékeztetés azt jelenti, hogy ébrezgetjük a körülöttünk lévőket, mert olyan időben élünk most is, hogy a világ elaltat, a lelkiismeretünket el akarja altatni, és azt akarja, hogy mi egy vallásos, üres, gyümölcstelen életet éljünk. Azt még elnézik, hogy valaki vallásos, de azt, hogy élő hitű keresztjén, aki ragaszkodik Isten igéjéhez, aki ragaszkodik a prófétai jövendőlésekhez, akinek a legfontosabb az, hogy Jézust visszavárja, mert belső bizonyossága van, mert Isten igéje arra tanít, hogy Jézus vissza fog jönni, és egy új eget és új földet fog teremteni, ahogy itt a Péter levelében is olvastuk, és hogy ennek az újságnak nem az lesz a lényege, hogy Isten megítéli, hanem az, hogy eltörli a bűnt, és egy új fajta élet lesz, ahol Krisztus lesz minden mindenekben. Valóban meg kell tisztítani a gondolatainkat. Tisztán gondolkozni csak azt tud, aki a tiszta evangéliumra tanítatik. Nagyon sokan tévelyegnek, mert nem az ige központú az életük, nem Isten igéje határozza meg, hogy kit imádjanak, hanem a hagyományok. És úgy gondolom, hogy nagyon kell törekednünk, hogy megismerjük Isten beszédét, amiből egy pontocska sem veszett el, és abban minden be fog teljesülni. Igen. Éppen ezt szeretném én is mondani itt a második versben, hogy említi, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tehát Péter apostol ezzel azt akarta kifejezni, hogy a Szentírásba kell tekinteni, mert abban a proféták írásai, az apostolok levelei által nagyon sok megerősítést, világos útmutatást kapnak, és hogy ige központúvá kell válni a mai világban, mert nagyon sok minden akar a középpontba kerülni, még a kereszténység körében is. Úgyhogy ehhez ragaszkodjunk, hogy tiszta gondolkodással a Szentírásból merítsünk, és akkor nem tévedünk el. És ugye még itt, amit én megemlítenék röviden, hogy annak az élete ige központú, akinek az élete Krisztus központú. Péter apostol életében ott volt a feltámadott Jézus Krisztus, aki vele beszélt, aki vele találkozott, aki az írásait olvasta, az Jézus Krisztus látta és ismerte meg. Ha az életünk nem Krisztus központú, akkor nem is lehet ige központú. Nagyon fontos a Krisztus központú gondolkodás és életmód, mert sok szép
érdekes erkölcsi tanítást elmondhatunk, ugyanakkor kihagyjuk a váltságot, a megváltást, és kihagyjuk azt, hogy szent életet kell élnünk. Tehát aki ige központú, Krisztus központú, az mindig a megváltásból él, amit Jézus Krisztus tett értünk a Golgotán, hogy ő eltörölte a bűneinket, megbocsátott nekünk, és hogy kegyelmet adott, és hogy a megváltott embernek szüksége van az Úr közösségére, és arra, hogy a Krisztus közösségében szent életet folytassunk. Aztán itt tovább menve beszél az utolsó napokról, a csúfolódókról, azokról, akik gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. Két dolog, ugye? Az egyik az, hogy a gúnyolással akarják lehetetlenné tenni az evangéliumi gondolkodást. Másfelől nem csak gúnyolódtak, hanem a saját kívánságaik szerinti életre terelték az embereket, hogy nem kell annyira komolyan venni, meg ezt is megengedhetünk magunknak, azt is megengedhetjük magunknak, és hogy a nagy hőfokon várakoztak sokan, és nem jött vissza az Úr Jézus Krisztus, meghaltak emberek, akikre felnéztek, és hát azt mondták, hogy mit beszéltek, a hazugság ez az egész Krisztus visszajövetel, és hogy nem változott semmi, a természetrendje is a régi maradt, és hogy meg akarták mindenképpen ingatni a testvériségnek a hitét, és szétrombolni az egész gyülekezetet. Olyan nagyon szép itt, ahogyan Péter apostol tanítja a gyülekezetet, hogy megmutatja nekik a biztos jövőt. Hogy majd később olvastuk, hogy az Úr napja, hogy az eljön, és hogy hosszan tűr az Úr értünk. Aki testi módon gondolkodik, az a világ végét várja, és úgy gondolja, hogy majd minden egyszer elmúlik, de az ige nem erről szól. Az ige arról szól, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni, hogy új ég és új föld lesz, és hogy egy Isten szerinti szeretetteljes világ fog elkövetkezni. Én, hogy nagyon őszinte legyek, ezt nagyon várom, mert nagyon fontos lenne Krisztussal együtt élni, és hogy lehet gúnyolódni, hogy nem változtak a dolgok, de ha az ember belegondol arra, hogy víz által pusztult el a föld először, és mert víz által teremtetett is, és hogy Isten legyen szavára állt elő, ezek nagyon csodálatos dolgok, szintén itt a Péter levelében olvassuk, de az Úr értünk tűr hosszan, hogy minden ember megtérjen, hogy ne vesszen el senki. És ha majd betellik az idő, Istennél egy esztendő annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap, ha majd betellik az idő, az Úr szerinti időszámítás szerint, amikor a kegyelem lejár, amikor a pogányok száma bemegy, ahogy olvassuk az igébe, akkor majd a kegyelem újra visszaszáll Isten népére. Istennek megvannak a határai, az időbeli határai, csak hogy az nem a mi óránk szerint működik. És a számomra ez, hogy a pogányok száma, ha betelik,
Ez azt jelenti, hogy nagyon sok hely van Isten országában. Nagyon sok pogány embernek van lehetősége, hogy megismerje Istent, hogy átadja a szívét, lelkét az Úrnak, hogy megváltozzon az élete, hogy ne világ hívságainak, bálványainak, anyagi dolgainak a maga dicsőségére éljen, hanem egyedül Isten dicsőségére. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem lesz ítélet, hiszen eddig is már annyi minden történt, aztán mindig jobbra fordultak a dolgok, akár a háborúk, akár pedig az egyéb éhezéses nehéz idők, de az Úr pontosan cselekszik, és az életünkben annyit enged meg, amennyi az ő tervében van. Én úgy gondolom, hogy nem élhetünk szabados módjára, nem élhetünk vallásos keretek között, amiben nem sok élet van, hanem az életünket az Úrhoz kell szabni, Isten igéjéhez, és Isten félelembe várni az Urat. Csak azok várják az Urat, akik szeretik az Urat, akik életében ott van a feltámadott Jézus Krisztus. A lányok közül is csak azok a mennyasszonyok várják a vőlegényt, akik nagyon szeretik. Éjjel-nappal róluk gondolkodnak, álmodni is róluk álmodnak, és minden zörejre azt hiszik, hogy már megérkezett, és rohannak ajtót nyitni. Ha Jézus szeretjük, ha a szívünk tele van a feltámadott Jézus Krisztus szeretetével, akkor várjuk vissza. Istennél van a megszabott idő, hogy mikor, de mi készen várjuk, mert jöhet. Erre tanítja Péter apostol is, úgy gondolom, itt az ígébe. Igen, és ezek a gúnyolódók tudatosan hazudtak. Igen. Mert el akarták vonni az embereket a közösségtől, a Krisztusban való élettől, mondva, hogy minden szabad nékem. A gúnyolódás az előbb-utóbb mindig hazugságba torkolik, mégpedig azért, mert aki gúnyolódik, annak meg kell indokolni. És akik Isten népét gúnyolták, azok is letagadták mindazt, amit Jézus életében tett és cselekedett. Nem olyan régen beszéltem egy fiatallal, és mondta, hogy hát a Krisztusról való történet az egy kitalált mese. Mondom, te ember, az történelem, menj el Jeruzsálembe, járd végig azokat a helyeket, ahol ő jelen volt. Ezt nem lehet letagadni, nem lehet kigúnyolni, mégis nagyon sokan káromolják is, és szájukra merik venni a hazugságokat, és az Úr elnézi, mert az ő akarat, hogy minden ember megtérjen. Micsoda szeretet ez! Igen, ez még ennél a szónál egy pár pillanatig, hogyha megállnánk, hogy mindenki megtérjen, tehát, hogy Isten szerint fontos, hogy az emberek megtérjenek, hogy üdvösséget találjanak, és hogy a megtéréstől sokan idegenkednek, de hát ez egy bibliai gondolat, üzenet, az Úrnak a hívása, a megtérésre hívása, a bibliai dolog, nem ilyen erőszakos agitálása az embereknek, hogy vallásos életet éljenek. A megtérésben nem az ember szólítja meg a másikat, hanem Isten. Mint ahogy Zákeust is, nem a szaktársai győzték meg arról, hogy a Krisztusban való élet más, hanem ő személyesen győződött meg, és amikor fenn volt
a fügefán Jézus nem ment tovább, hanem megállt ott tanítványaival együtt, hogy jöjj le, Zákeus. Ez az a hívás, a szívedben érzed, hogy hív téged a Krisztus, akar veled valamit, meg akar menteni téged, és szükségünk van arra, hogy megtérjünk. A megtérés magába foglalja a bűnök megbánását, amiket gondolatban, beszédben, cselekedetben elkövettünk, hogy megbánjuk azokat, hogy kérjük az Úr bocsánatát és megtisztító kegyelmét, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk, és adjuk az életünket az Úrnak, és Jézust fogadjuk el Urunknak és Királyunknak, személyes megváltónknak, és ő vele élni egészen más, mint vallásoskodni, és egyik lábbal a világban, másik lábbal pedig a gyülekezetben. Az írás, amivel foglalkoztunk, tehát hangsúlyozza a megtérést, és még csak annyit, hogy Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban már Ági is említette, hogy sokan a világ végét várják. Mi pedig a Krisztust várjuk. Tetszett nekem egy embernek a mondata, azt mondta, hogy az én életemben eljött a világ vége, amikor megtértem. Hát erről van szó, hogy a világ, a szentségtelen világi életből meg lehet térni a bűnös életből, és az Úrban élni. Igen, én csak annyit szerettem volna mondani, ugye itt a Péter apostol hivatkozik, hogy a prófétákra is figyeljenek oda, hiszen az első keresztények zsidókból megtért közösség volt, zsidó emberek voltak, akik nagyon jól ismerték a próféták üzeneteit, és az Úr nagyon sokszor használta a prófétákat, hogy az egyéneket és Izrael népét a megtérésre hívja. A bálványoktól való elfordulást, a hozzávaló visszafordulást, Mózes könyvétől kezdve, a Biblia legelső lapjától kezdve, az utolsó lapig a kegyelemről szól, hogy Isten a bűnös néphez kegyelemmel fordul. Ézsaiás azt mondja, a skarlát pirosak is a ti bűneitek, hófehérré teszem azt. Jézus víre az, aki megbocsátja a bűneinket, aki megmos, aki megigazít, aki tisztává tesz. Jézus áldozata az. Csodálatos módon egybehangzik a proféták megtérésre hívó szava, és az új szövetség örömüzenete, az apostolok hívó szava, a Szentlélek hívó szava. Ezt meg kell, hogy érezd az életedben. Mikor kell megtérni? Most. Ma. Mert most hív az Úr.